mindig mellettem. Ó, ne menj el, maradj mindig mellettem. Az emberhez nagyon közel áll az a zene, amit játszanak. Miért ad ez többet neked, mint más zenék? Teljesen rá lehet hangolódni az érzelem, és ugye az egész élet, amit eddig mondjuk átélt az ember, az megtalálható a zenében. Valahogy úgy mindenhez kapcsolódik, a régiségekhez, emlékekhez, emberekhez, Magyarországhoz, ezért szeretem. Fontos ez? Nagyon. Mindenkinek. Miért? Erre nem lehet olyan egyszerűen válaszolni, mert valahogy a múltunkban van a jövőnk. Azt hiszem, így lehetne legegyszerűbben megfogalmazni az egészet. Hogyha tőlem távol vagy, azt gondolok, hogy mással vagy. Bújrulsz ez a gondolat, hogy te akkor mással. Ó, ne menj el, maradj mindig. Most egy állatfejes fogas fog elkészülni, ha minden igaz. Mennyi ideig tart? Hűha, hát attól függ, milyen paszba vagyok. Amúgy egy olyan 20 perc alatt megvan. Na lássuk! Kovács az beteszi a vasat a tűzbe, amikor fölhevítette, akkor üti, mint a bolond, és ezt teszi a Kovácsot szerintem. A vas az egy állati jó anyag. Mindent meg lehet belőle csinálni, nem kerül sokba. Nekem ez való. Keresi az ember azokat a rendezvényeket, vagy én legalábbis részemről, ahol a népművészetekhez és a kézművességhez kapcsolódó programok vannak inkább. És ez a rendezvény, ez kifejezetten erről szól. Miért fontos, hogy ilyen rendezvények legyenek? Miért fontos? Hát mert ez a mi ősi magyar kultúránk, ez hozzánk tartozik. Ja. Ez egy nagyon ősi dolog ez a versének, és ugye valamikor a vers csak így élt a dallamával együtt, és aztán észrevettünk keresztül elszakadt. Próbáljuk ezt kicsit visszahozni, ezt a régi ősi világot, és úgy gondolom, hogy a mai 21. század elején az ember milyen rohanó életet élnek, meg milyen hangok érik őket, most gondolok itt az elektronikus hangokra, elektronikus zenékre, ez egy nyugalom. Úgy gondolom, ez egy egész más világ, és talán tisztaságot sugároz, költőiséget sugároz, emberséget, szeretetet, ami a mai világban hiányzik, és ezeken a fesztiválokon én gondolom, hogy ez rendben van. A nyaram s lassú a telem, az ősz kockája kit mutat nekem. A lesik őszi idő előtt, kiszállna el velem. A lesik őszi idő előtt, kiszállna el velem. Hát én ismerem már ezt a Misztrál Fesztivált, miután már többször hallgattuk, meg látogattuk. Misztrál miatt jöttünk ide. Ezt a társaságot, akit Misztrálnak hívnak, már jobb pár éve ismerem. Drukkolok nekik, mert tisztességes szándékuk van, és sokféleséget csinálnak itt. Sokféle zenét, sokféle emberrel, és én azt hiszem, így szép a világ. Csillagok rácsa, csillog az egen, ilyen pincében tart az értelem. A mindenséget asszonyok
évet néz szét velem, a mindenséget asszonyok, kiret néz szét velem. A dalokat, amiket játszanak, az nagyon tetszik a, nem csak a zene oldala, de a meséje is. A magyar népi dolgoknak visszatérése, és a, valahogy úgy bennem legalábbis kihozta azt, hogy ilyen magyar összefogási énekek. Annak nem, hogy nem értem az összes szavat, mert énekben, mert nincs leírva előttem, de ezt az érzést tölti ki benne. A zene nagyon szép. Imádom. A zene csodálatos. A magyar zenének itthon megvan a közönsége? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Kiket lát itt a közönségben? Egész kicsi gyerekektől nagyon idősekig. Azok, akik kíváncsiak a harmóniára és valami olyan másféle megszólalásra, ami ma a világban divatos. A nagy zaj helyett, a csendesebbet, a harmóniát keressük. Mit ad nekik a nagy zaj helyett, a csend és a harmónia? Talán saját magukra találnak jobban. És ha megismerik önmagukat, akkor a világban is jobban elférnek. Hogy lássák meg azt, hogy a zene az... nem csak egyfajta zenehallgatáson, hanem munka történik a színpadon, hogy azt emberek adják elő, hogy azok az embereknek nyitva kell lenni a lelküknek ahhoz, hogy a közönség is valamifajta végképpen visszahasson. Ugye az első három dalban ez általában nehezen működik, aztán pedig a közönség is visszaadja tapssal és a kinyitott lelkükkel azt a pozitívumot, amit mi páran, öten, hatan, heten a színpadról próbálunk lesugározni. Ezeknek a fesztiváloknak én érzem valami óriási közösségteremtő erejét, tehát hogyha végignézünk a közönségen, aki persze nem közönség, hanem résztvevőkről van itt szó, akkor azt látjuk, hogy nem nézőként, hanem átszellemülten és együttműködő társként vannak jelen, tehát együtt lélegeznek, együtt mozognak, együtt énekelnek, táncolnak a zenekarokkal. Úgyhogy ez talán hosszú távon is fontos, és a továbbiakra, az év további részére is kihat, hogyha évente egyszer, kétszer egy ilyen fesztiválon ezt az összetartozás élményt sikerül megérezni. A nagy színpadon ennek a két napnak a legfiatalabb csapata következik, ha úgy tetszik, a fellépők Benyáminja. Heinzinger Miklós, Tóbisz Tamás, Török Máté, Hoppál Mihály és közreműködőként Pusztai Gábor a színpadon. Következik a fesztivál szervezője, a Mistral